Meglepett, hogy Vezoszki elment a rajtán? Nem lepett meg egyáltalán, tudtam, hogy ő száraz a fejre rajtól, mint én. Számoltam rá, hogy ő el fog menni. Próbáltam a nyomába lenni végig, úgyhogy rajtra ezt számoltam, hogy egy a második helyen fog tudni fordulni. Megpróbáltál végig nyomást gyakorolni rá, azt láttuk? Igen, észrevettem, hogy lelassul egy kicsit a Sanyi, nem tudtam, hogy miért. Amikor a nyomába kerültem, teljesen már szinte méterek vagy méterre is voltam tőle, akkor észrevettem, hogy rám nézett a sisakba, és egyre lassabb lett. Folyamatosan azt nézte, hogy én hol vagyok, és ettől ő lassult. Úgyhogy próbáltam keresni azt a lehetőséget, hogy hol tudom megelőzni. Hát a pálya állaga sajnos egynyomossá vált, és nem találtam azt a helyet, ahol tudok előzni. Bár a végén volt egy lehetőség, ahol ő kicsúszott, de azzal nem tudtam élni teljesen. Mégis körülbelül egy másodpercig elő voltam. Elő voltam, ez a lényeg. Igen, jól éreztem magam elől, igen, egy másodpercig voltam elől. Azt gondolom, hogy ha akartam volna hamarabb ezt megteszem, de akkor nem biztos, hogy biztonságos lett volna. Egy hibázott egyet, ezt próbáltam kihasználni, nem teljesen sikerült.